Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Évközi 8. vasárnapot ünneplünk, elővételezett szentmisét tartunk. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a televízió nézőket. Örömmel vagyunk itt a szentmisén, mert Jézussal találkozunk. Hálát adhatunk neki életünk nagy eseményeiért, a hétköznapokért, az együttlétekért, és kérhetjük őt. Azt gondolom, hogy amikor most kinyitjuk a szívünket, lelkünket, akkor egy nagy közös kérés van ma felé. Adjon békét az embereknek. Adjon békét a világnak. Adjon békét Ukrajnának, a szomszédainknak, ahol most háború dúl. A mi legnagyobb fegyverünkkel, az imádság fegyverével segítünk rajtuk. Közös velük most a gondolatunk, a szívünk, a lelkünk. Ezt a mai szentmisét Ukrajnáért, a békéért ajánlom fel, hogy minél előbb letegyék a fegyvert, de ide helyezzük az elhunytakat is, akik a háborúban hunytak el, akik menekülni kényszerülnek a háború elől. És hogy méltóképpen tudjunk a szentmisében imádkozni, részt venni, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Jónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, irányítsd a világ folyását akaratod szerint békességben. Egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fia könyvéből. Amikor szitának fennakad a szemét, ha valaki beszél, kiderül a gyengéje. A cserép akkor lesz kemény, ha meleg a kemence, az ember értékét pedig a beszéde szabja meg. A fák gyümölcse szerint becsülik meg a kertet, az embert szavai alapján ítélik meg. Ne magasztalj senkit, amíg nem beszélt, mert ez az ember legjobb próbája. Ez az Isten igéje. Gyerekeket szeretném kérni, hogy jöjjenek ide egy kicsit előre, jó? Gyerekek, kicsit előre, jó? Felénekeljük, amit megszerzünk. Jó? Erre felén kéne nézni, jó? Mert ezt tennénk felé, kicsit lépjük fel. Ez közelei alatt. Ezt tennénk a tizenletet. Jó, gyertek, gyertek, várjunk, jó, látom. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az írás szava. A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény.
Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Legyetek tehát álhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim. Tegyetek minél többet az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok az Úrban nem hiába való. Ez az Isten ígéje. Istennek legyen hála. Legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedből nem látod meg a gerendát? Képmutató. Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és aztán töröd azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Mert nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövis bokorról fügét, sem a tüske bokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ezen a hétvégén meghallgatjuk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagybőjti körlevelét, hiszen jövő héten, szerdán megkezdjük a nagybőjtöt hamvazó szerdával. Figyeljük, hallgassuk nyitott szívvel és lélekkel, mit üzennek nekünk a püspök atyák, a Magyar Katolikus Egyháznak a vezetői. Kedves testvérek! A nagybőjti időszak kezdetén újra tudatosítjuk magunkban, hogy Urunk feltámadásának ünnepére, húsvétra készülünk. A készület ideje pedig alkalom a bűnbánatra, mert a megváltás titkával való találkozás megtisztulást, megtérést kíván az ember részéről. Az imádság, a böjt és a rászorulók segítése ennek a bűnbánatnak a legfontosabb kifejezései. Amikor észrevesszük környezetünkben a magányos, beteg vagy anyagi szegénységben élő embertársainkat, és adománnyal, munkával, jó szóval igyekszünk segítségükre lenni, gondoljunk arra, hogy közösségek, családok, sőt egész népek is rászorulhatnak gondoskodó szeretetünkre.
Ezt fejezzük ki akkor, amikor például a háborúk áldozatainak, vagy az üldözött keresztényeknek igyekszünk segítséget nyújtani. Ha őszintén szembenézünk a tényekkel, látnunk kell, hogy a mi népünk körében is sokan rászorulnak a segítő gondoskodásra. Nem csak leszakadó közösségeink, hanem a magyarság egésze is számos terhet hordoz. Idős nemzet lettünk, ezért továbbra is nagy a szükség az idősek és a betegek hatékony, intézményes támogatására. Bár kedvező jelek mutatkoznak a házasság, a családalapítás és a gyermekvállalás terén, hazánk lakossága még mindig fogyatkozik. Elődeink hitét, hűségét, áldozatait, az általuk létrehozott alkotásokat a jövőben csak az új magyar nemzedékek tudják értékelni. Ezért is fontos, hogy továbbra is óvjuk és erősítsük az Isten rendelése szerinti házasság és család értékeit. Nyelvünk és népünk egész kulturális öröksége épp úgy, mint a többi nemzeteké, a teremtett világ értékei közé tartozik, és kedves Isten előtt. Műveljük olyan felelős szeretettel, amilyet maga a Teremtő vár tőlünk. Ez a szeretet kívánja meg, hogy különös gondot fordítsunk a gyermekek és a fiatalok keresztény szellemű oktatására és nevelésére. Ez fejeződik ki abban is, hogy sok szülő katolikus óvodát vagy iskolát választ gyermeke számára, az állami iskolákban tanulókat pedig katolikus hittanra iratja be. Olyan világban élünk, amelyet megsebzett ugyan a bűn, az egyén bűne és a világ bűne, amelyben azonban hatékonyan működik Isten, embert megszentelő és jó cselekedetekre segítő kegyelme is, ezért Istenbe vetett bizalommal vállaljuk az életállapotunkból és hivatásunkból fakadó küldetést. Tegyünk meg minden családjainkért, közösségünkért, népünkért és hazánkért. A jövőért érzett felelősséggel vegyünk részt a közelgő országgyűlési választáson, valamint az ezzel egy időben tartandó népszavazáson is. Kérjük Krisztus Urunkat, adjon bizalmat és reményt népünknek itt, a földi történelem során és az örökké valóságban. A nagybőjt során még inkább fogadjuk meg Ferenc pápa buzdítását. Az imádságban kifejeződő hit, az Isten szaváról való elmélkedés, a szentmise ünneplése, a szentségimádás, a szentségi gyónás, a szeretet cselekedetei, a közösségi élet, a missziós elkötelezettség fontosságáról. Mindezeket figyelembe véve ajánljuk fel idei hamvazószerdai böjtölésünket, imáinkat és jó cselekedeteinket magyar hazánkért és népünkért is. Budapest 2022. február 11-én a Lurdi Szűzanya emléknapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.
aggódunk a békéért, Ukrajnáért, és ebben a mai világban aggódnunk kell a jövőért is. De ha keresztény hittel, életállapotunkban az Istent is kérve és dolgozva közösségekért, magyar hazánkért, a keresztény értékeket nem eldobva, hanem megtartva, akkor reménnyel nézhetünk a jövőben. A jövő a kezünkben van, az Isten a kezünkbe adta a jövőt. Rajtunk múlik. Keresztény jövő lesz, vagy eldobjuk az értékeinket, a keresztény értékeket. Ki kell állnunk az értékeink mellett, a család mellett, a gyermekeink, az unokáink mellett. Ezért fontos, tehát, hogy imádkozzunk, tegyünk, ezért fontos, hogy elmenjünk és másokat is buzdítsunk majd április 3-án az országgyűlési választásokra, és a népszavazásra is. Kérjük a Szentlélek Isten segítségét, hogy vezesse a magyarokat, magyar népünket. Valljuk meg hitünket, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Jézus igaz beszédet és példás életed vár híveitől. Kérjük ehhez isteni segítségét. Segítsd egyházadat, a népek anyját és tanítómesterét, hogy mentes legyen mindazoktól a hibáktól, amelyektől óvnia kell a világot. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd az államférfiakat, hogy mink saját országuk közjavát biztosítják, a béke nemzetközi rendjét is építsék. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd a házastársakat, hogy miközben hűséget kívánnak egymástól, kölcsönös megbecsüléssel és szeretettel erősítsék is az egymás iránti hűséget. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd a szülőket, akik gyermekeiket az isteni törvény megtartására nevelik, hogy ők maguk is példás keresztény életet éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd meg egyházközségünk híveit, hogy ne csak sajnálkozzanak mások anyagiassága miatt, hanem önzetlenül osszák is meg saját javaikat szűkölködő embertársaikkal. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd meg egyházközségünk híveit, hogy ne csak isteni mesterünk, te azt kívánod, hogy híveid ne csupán hangoztassák tanításodat, hanem példájukkal is legyenek a föld sója és a világ világossága. Add kegyelmedet, hogy mindazt a jót, amit másoktól elvárunk, mi magunk is példaadóan gyakoroljuk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, ahogy hirdettük, a mostani hétvégén a persei adományunk központi gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. Köszönjük az adakozást!
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, tőled kaptuk, amit fölségednek felajánlunk. Te mégis a mi odaadó buzgóságunk hódolataként fogadod el adományainkat. Kérjük irgalmas jóságodat, hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, szerezze meg nekünk örök jutalmadat. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, amit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethess bennünk, amit fiadban kedveltél. És ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked.
Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenekké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a felelkedben. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség, békesség mindenkor. Békesség. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond,
és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Üdvösség szerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei eledellel tégy bennünket az örök élet részesévé, Krisztus, ami Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek, holnap, vasárnap a szokott időkben lesznek a szentmisék itt a kápolnában, délelőtt 10:30-kor és este 6 órakor. Jövő heti miserendünk, kedden este 6 órakor szentmise. Szerda, hamvazó szerda, nagy böjt kezdete, szigorú böjti nap. Délután 5 órakor Málomban, este 6 órakor itt a kápolnában lesz énekes szentmise. Szentmisék elején hamvazás lesz. Csütörtökön délután 5 órától szentségimádás, 6 órakor szentmise. Pénteken délután 5 órától keresztút, 6 órakor szentmise. Péntek, böjti nap. Jövő vasárnap, nagyböjt első vasárnapja. Szombaton este 6 órakor elővételezett szentmise, ami egyben diákmise is. Szeretettel hívom és várom a gyerekeket, fiatalokat is, szüleikkel együtt. És jövő vasárnap is a szokott időkben délelőtt 10:30-kor és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék. Jövő hétvégén a szentmisék végén hamvaszkodás lesz, aki hamvazó szerdán nem tud részt venni szentmisén. Őket szeretettel várjuk jövő vasárnap, illetve szombaton este a hamvazásra. Ez nem szentség, szentelmény, bárki hamvaszkodhat, aki itt lesz. Ahogy említettem már, ma a katolikus iskolák javára van központi gyűjtés, szeretettel köszönjük a felsei adományokat a kedves híveknek. Hamvazó szerdán, nagypénteken szigorú böjtöt kell tartani, a többi nagyböjti péntekeken és évközi péntekeken böjt van. Szigorú böjtöt kell tartani a 14. életévüket betöltötteknek, tehát hamvazó szerdán és nagypénteken. Ez azt jelenti, hogy a hústilalom megtartása mellett naponta csak 3-szor lehet étkezni, és 1 alkalommal jól lakni. Tehát nagyböjt többi péntekén pedig hústilalom van. Akinek egészségi állapota ezt nem engedi meg, illetve üzemi konyhán étkeznek, nem vétkeznek a böjt betartásával. Tehát szoktam mondani, hogy azért üzemi konyhán is a húst félre lehet tenni, félre lehet kotorni, és megtartani a böjtöd, vagy fölváltjuk valami jó cselekedettel, imával. Továbbra is vigyázzunk magunkra, egymásra. Szép hétvégét kívánok mindenkinek. Még egy hirdetés van, amit én fogok elmondani. A Szentatya Ferenc pápa 2022. február 23-án az általános kihallgatás végén arra kért mindenkit, hogy március 2-án, hamvazó szerdán, most ami jön szerda, tartsunk böjti napot a békéért. Külön biztatta a hívőket, hogy azon a napon buzgón szenteljék magukat az imádságnak és a böjtnek, kérve Szűz Máriának, a béke királynőjének közbenjárását. A püspöki konferencia korábban kiadott körlevelében megfogalmazott szándékok mellett magyar hazánkért és népünkért február 27-én a szentmisék alkalmával buzdítjuk a híveket arra, hogy idei hamvazószerdai böjtölésünket, imáinkat, jó cselekedeteinket a Szentatya szándéka szerint a béke megőrzéséért ajánljuk fel. Vállaljuk fel ezt a hamvazó szerdai napot,
a békéért. Most pedig Petra vitoktatónk szeretne hirdetni. Én a gyerekekhez szólnék egy pár szót. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon ügyesek voltatok. Egy kis meglepetéssel majd a hittanórán várlak titeket, jó? Szeretném továbbá hirdetni, hogy máskor is várunk titeket a Szentmisén, jó? Jézus mindig itt van, mindig vár. Bátran gyertek legközelebb is, be lehet kapcsolódni az oltárszolgálatba, mint ahogy látjátok. Jó, tehát erre is hívunk benneteket. Ügyes minisztránsok, igen, és itt mutatják a zenészek, hogy a zenei szolgálatba is be lehet kapcsolni, tehát aki szépen énekel, vagy valamilyen hangszeren ügyesen játszik, akkor ő is jöhet. Jó. Egy rejtvényt hoztam mára, akik ide járnak gyakrabban, ők tudják, hogy ezt a rejtvényt nem kötelező, de meg lehet fejteni. És az a lényege, hogy nem a hittanórán kell visszaadni, hanem következő héten, szombat este a diákmisére kell visszahozni, és ott van egy szürke doboz azon vagyis egy barna doboz azon az asztalon, és abba kell beledobni. Bizonyos időközönként összesítjük, és mindenféle finomságokat kap az, aki megfejti. Persze helyesen. Jó? Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm a zenészeknek a zenei szolgálatot, a minisztránsoknak pedig az oltárszolgálatot. Én is hívlak benneteket. Jézus nagyon örül annak, hogyha itt szolgáljuk. Kis barátai itt vannak az oltár körül. És ha már zenéről van szó, én tisztelettel és szeretettel hívom azokat a felnőtteket, akiknek van egy kis hangjuk, hogy a Passióban énekeljenek. A sekrestyében lehet jelentkezni, és majd hirdetjük, hogy mikor próbálunk. Valószínűleg mindig vasárnap az esti szentmise előtt lesznek a Passió próbák. Virágvasárnap és nagypénteken fogják majd énekelni a Passiót a szertartások alatt. Most imádkozzunk magyar hazánkért. Mindenható Istenünk, áld meg édes hazánkat és magyar népünket, hogy feladatát mindinkább megismerje, és a tőled kapott hivatását betöltse. Állítsd vissza köztünk az egységet, szüntesd meg a viszálykodást, hogy a hit és szeretet által jó és bal sorsban egyaránt hűen szolgáljunk neked. Mária, magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.